Köszöntöm a naphire.hu nézőit, én Berecz Péter vagyok. Az ATV-n futó heti naplós Fábi Andrással című műsor riportereként több hónapos szervezés után eljutottam Houstonba, a NASA főhadiszállására. Ha még nem láttad a heti napló filmét, akkor kattints ide és nézd meg mindenképp. Ebben a videóban most olyan interjú részleteket fogok mutatni, amiket a heti napló filmében nem láthattál. Rick Lebrode, a NASA egyik vezető beosztású munkatársa megmutatja azt a helyiséget, ahonnan a nemzetközi űrállomást irányítják. Majd a következő holdra szállásról mesél. A NASA ugyanis hamarosan visszatér a holdra. Tartsatok velem! 2020 úgynevezett Mission Control épülete Houstonban, a Johnson Space Centerben. Innen irányítják az amerikai űrprogram küldetéseit egészen a kezdetektől. Az épület bizonyos részei műemlékvédelem alatt állnak, ugyanis az amerikai történelem egyik legnagyobb eseményét, a holdra szállást is innen bonyolították le. Rick Lebrode, a NASA egyik vezető beosztású flight directora. 1985-ben szerezte meg mérnöki diplomáját. A NASA-ban minden alkalmazottban van egy közös, mégpedig, hogy gyermekkori álmuk volt az, hogy egyszer a NASA-ban dolgozhassanak. Kivételt képez Rick, pedig ő is egészen kicsikora óta érdeklődött az űrkutatás iránt, de azt mondja, gyerekként nem tartotta magát elég okosnak ahhoz, hogy egyszer a NASA-nál dolgozhasson. A diploma megszerzése előtt egy évvel édesapja elvitte egy karácsonyi partira, ahol megismerkedett a NASA egyik vezetőjével. Sokat beszélgettek, majd az este végén munkát ajánlott neki. Rick azt mondja, ha ő nem ment volna el annak idején arra a karácsonyi partira, akkor ő most nem dolgozna az amerikai űrprogramban. Peter, welcome to Mission Control. Péter, üdvözöllek az irányító teremben. Ezt mi csak egyes számú teremnek hívjuk. Innen irányítjuk a nemzetközi űrállomást. Rick folyamatosan halad felfelé a ranglétrán. Később az űrsikló programban kezdett el dolgozni repülés irányító pozícióban. A 13 év alatt 51 missziót vezetett. Majd előléptették, flight directorként ebből a teremből irányította a nemzetközi űrállomás küldetéseit. A flight director felel mindenért, irányítja a csapatot a Földön és az űrben. A flight director a csapat vezetője és összefogója. A nemzetközi űrállomáson lévő eszközök nagy részét nem a legénység irányítja az űrből, hanem mi, innen a Földről. Ők csak a tudománnyal foglalkoznak. Olyan dolgokat csinálnak, amelyekre mi a Földön nem vagyunk képesek. Tehát ők végzik a tudományos munkát. Az itteni kollégák egy része ezért eszközöket irányít. Mindenkinek tudnia kell, hogy pontosan milyen munkát végez a másik, a munkafolyamatokat pedig a flight director fogja össze. Vannak helyzetek, amikor több dolog fut egyszerre. Ilyenkor a flight directornak priorizálnia kell. Ő az, aki dönt arról, hogy mit valósítsanak meg elsőnek, majd arról, hogy mikor mi következzen. Ez a pozíció követeli a legnagyobb felelősséget, így értelemszerűen sok stresszel is jár. Ha valami rosszul alakul, akkor nagy a stressz. De minket kiképeznek ezekre a helyzetekre. A titok a tréning és tréning. Olyan helyzeteket gyakorlunk, ahol nagy a nyomás rajtunk, és előbb-utóbb megtanuljuk kezelni ezeket a szituációkat. Szóval igen, ez egy stresszes munkakör, de folyamatosan képezzük magunkat, és fontos a jó csapatmunka is. Ebben a teremben a nap 24 órájában dolgoznak, hétvégén is és ünnepnapokon is. Az űrhajósok biztonsága az első. Ezek az archív felvételek a holdra szállás irányító központjában készültek. A mai modern technikát már össze sem lehet hasonlítani az Apollo korabelivel, de van még egy szembetűnő különbség. A teremben csak férfiak dolgoznak, nem úgy, mint napjainkban. A forgatások napján is egy nő a flight director. Szerintem észrevettek téged. Hello, ő Allison. Ma ő vezeti a műszakot. Ez az egyik legnagyobb különbség az Apollo-kor és napjaink között. Az űripart régen a férfiak uralták. Ma már nem, de azért még manapság is több a férfi. Én 1985-ben végeztem az egyetemen, és az óráink többségén is csak fiúk voltak. Nagyon kevés volt a nő. Ma már ez teljesen másképp van. A nők már ebben a környezetben is képesek boldogulni. Nem tudom a pontos számot, de kifejezetten sok női flight directorunk van.
a large number of female flight directors. Tehát ma már nem olyan, mint régen. A good old boy system is not like that anymore. Each mission, each assembly mission. Miután Rick körbevezetett a NASA épületében, szívesen válaszol pár kérdésemre. Azt hallottam egyszer, már nem is tudom mikor, hogy az okostelefonok ma sokkal okosabbak, mint az Apollo űrhajó volt. Ez igaz? Ezt hallottam én is. Nem tudom. Hát idősebb vagyok nálad, de azért még nem annyira öreg. De azt biztosan kijelenthetem, hogy az Apollo korabeli űrhajóknál elengedhetetlen volt a kézi vezérlés. Nem volt automatizálva semmilyen módon. És ehhez képest a telefonokban ma rengeteg az automatizáció. Az irányító központban, ahonnan a küldetéseket vezették, mindenki előtt csak egy monitor volt, ami számokat mutatott. Nullákat és egyeseket. Csak ennyit. A technika ehhez képest ma sokkal fejlettebb. Ma már mindenkinek van okostelefonja. Szóval, ha így nézzük, a mai okostelefonokban sokkal nagyobb erő van, mint az Apollo űrhajókban, vagy a mi régi irányító központunkban. Az űrprogramot sok kritika éri világszerte. Többen úgy vélik, hogy ebbe az iparágba való investálás hatalmas pénzkidobás. Pedig számos olyan hétköznapi eszközünk van, amelyeket kezdetben a NASA mérnökei fejlesztettek. Majd azok annyira beváltak, hogy mára mindenki számára elérhetőek lettek. Minden technológia, amit ma használunk, az a NASA-nál kezdődött. Például a telekommunikáció. Ma már mindenkinek van mobilja. Hülyeségnek tűnik, de a vezeték nélküli fúrót is a NASA fejlesztette. De gondolhatunk a nemzetközi űrállomásra is, aminek segítségével vizsgáljuk a Földet és az emberi életet. Olyan kutatásokat végzünk, amelyek közvetlenül hatással vannak az emberek életére. Amikor az űrhajósok eltöltenek 6 hónapot az űrállomáson, akkor megtapasztalják a csontritkulást és izomvesztést, csak úgy, mint a Földön az idősek. De a legfontosabb talán, nincs még egy iparág, amely ennyire serkenti a fiatalokat a tudományra, a mérnöki pályára és a matematikára. A NASA inspirálja a jövő generációját, akik tovább fogják vinni azt, amit mi most csinálunk. Úgymond ők fogják uralni a világot. Tehát összegezve, a technológiai fejlődés és a fiatalok ösztönzése. Ez egy jó befektetés, jó helyre kerül az adófizetők pénze. Kis lépés egy embernek. De hatalmas ugrás az emberiségnek. 1969-ben járt először ember a Holdon, 1972-ben pedig utoljára. Az Apollo program során összesen 12 űrhajó sétált a Hold felszínén. A küldetés sorozat elsősorban a magas költségek miatt ért véget. A NASA viszont 2019-ben bejelentette, hogy hamarosan visszatérnek, tehát nem sokára újra lesz Holdra szállás. And lift off of Artemis 1. Az új program neve Artemis. A tervek szerint 2025-ben újra ember lép a Holdra. Az új misszió hosszas előkészítő munkákkal jár. Számos tesztrepülésre van még szükség. 2022. novemberében Rick élete újabb mérföldkőhöz érkezett. A NASA őt kérte fel, hogy irányítsa az Artemis 1 küldetést. Azaz űrhajó még emberek nélkül repült. A mérnökök a rakétát és az űrhajót tesztelték. Az Artemis program célja, hogy visszatérhessünk a Holdra. Ezt a programot arra használjuk, hogy bővítsük a látókörünket. A végső cél pedig, hogy egyszer eljuthassunk a Marsra. De ezt a Holdon kell kezdenünk, ahol lehetőségünk lesz arra, hogy fejlesszük azokat a technológiákat, amelyek a hosszú távú űrutazáshoz szükségesek. Még finomítanunk kell a tudásunkat, hogy biztonsággal vághassunk neki a hosszú távú űrutazásnak. A Hold pedig ehhez pont tökéletes. Az új rakéta 15%-kal erősebb, mint amit korábban az Apollo programban használtak. Ez a legnagyobb és legerősebb, amit valaha építettek. A technológia sokkal fejlettebb ma, mint az Apollo program idején volt. De a fizika, vagyis aminek segítségével a rakéta elhagyja a Földet, az nem változott. Az Apollo korabeli repülés irányító csapatokat én piedesztára állítom, mert ők voltak azok, akik annak idején mindent megalkottak. Igen, mi sokat tanultunk most, amikor az Artemis 1-gyel repültünk, de a fizika nem változott.
Minden, amit ma tudunk, azt az Apollo csapat találta fel a 60-as, 70-es években. Az Artemis 1 küldetés során a technikát teszteltük. A rakétát és az Orion űrhajót. Ebben fognak az űrhajósok utazni. Tehát minden olyat kipróbáltunk, ami ahhoz kell, hogy megvalósuljon ez a hosszú távú űrutazás. Meg kellett győződnünk számos dologról, de bebizonyosodott, hogy minden eszközünk alkalmas. Egy dolgot nem teszteltünk még az Artemis 1 során. A környezetszabályozó és létfenntartó rendszereket, hiszen nem voltak emberek az űrhajóban. Az Artemis 2 már személyzettel fog repülni, és ott teszteljük ezeket a rendszereket is. Aztán az Artemis 3 legénysége lesz az, akik leszállnak újra a Holdon. Köztük az első nő és az első színes bőrű is. Majd megépítünk egy új űrállomást, amely a Hold pályáján fog repülni. Ez egyfajta átjáró lesz. Ennek segítségével eljuthatunk a Holdra, de később a Marsra, vagy akár aszteroidákra is. Milyen érzés számodra az, hogy visszatérünk a Holdra, amerikaiként, vagy csak tudós emberként? Szóval milyen érzés? Nehéz szavakban kifejeznem azt, amit érzek. Az egész karrieremet a NASA-nál töltöttem. 38 éve vagyok itt, és a legtöbb küldetés, amiben részt vettem, nem hagyta el a Föld pályáját. Csodálatos az űriparban dolgozni. Volt az űrsikló program, majd jött a nemzetközi űrállomás. Ez elképesztő. De most elhagyjuk majd a Föld körüli pályát, és elmegyünk a Holdra. Nincs ehhez fogható érzés. Van egy utolsó kérdésem, és nagyon érdekel, hogy mit gondolsz erről. Te, a kollégáid és az egész NASA nagyon nagy munkát végeztek az űrkutatás terén. Ez a kérdés mindig is a bakancslistámon szerepelt. Meg akartam kérdezni valakit, aki a NASA-ban dolgozik. Mit érzel akkor, amikor olyan emberekkel találkozol, akik szerint a Holdra szállás kamu volt? Mármint érted? Itt ülök most a NASA-ban. Abszolút. Bejártam ma az egész épületet. Ilyenkor mérges vagy? Esetleg szomorú? Nem vagyok dühös, se szomorú, mert azért kevesen vannak, akik így gondolják. Számomra ez már-már komikus. Tudod mit? Igazából még soha nem találkoztam személyesen senkivel, aki ezt gondolná. Azt hiszem, talán néhány embernek voltak ilyen vitái velem, akik megpróbáltak felhúzni, de nem sikerült, mert nálam nem megy az olyan könnyen. Én csak kacagok ilyenkor, és azt szoktam mondani, hogy csak annyit kell tenned, hogy elmész Cape Canaveralbe, és megnézed azt, ahogy egy ilyen óriás rakéta elindul. És akkor azt mondja valaki, hogy ez a dolog nem hagyja el a Földet, mármint érted? Mérföldekkel szágult. Érzed, hogy a szíved majd kiugrik a mellkasodból a hanghatásoknak köszönhetően. És azt mondja valaki, hogy ez a dolog nem hagyja el a Földet. Az érzékszerveidből érzed. Azért is nevetek, mert ugyanezek az emberek azt hiszik, hogy a Föld lapos. Szóval, oké. Propellant load pressure and temperature. Digital transmission worldwide tracking. Stabilization and guidance. Radio frequency telemetry and voice communications. 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.